kétütemű motorokat ma is használják, például gokártokban, mivel könnyebbek és költséghatékonyabbak a négyütemű motoroknál. A videóban egy karburátoros, kétütemű motort mutatunk be. A motor felépítése hasonló a négyütemű társaiéhoz. A motor egy dugattyúval rendelkezik. A forgattyús házat a gázcseréhez használják. Itt is található egy gyújtógyertya, egy beömlő és egy kipufogó nyílás. Jelentős különbség az átömlő csatorna megléte. Vizsgáljuk meg közelebbről az egyes ütemeket. Az első ütemben levegő üzemanyag keverék kerül a forgattyús házba a már meglévő keverék mellé. Mindeközben az égéstérben lévő sűrített keverék a gyújtógyertya által begyullad. Ezután kezdődik a második ütem. A forró gáz kitágul, ami lefelé nyomja a dugattyút. Ez lecsökkenti a forgattyúsház térfogatát. Emiatt a keverék az égéstérbe kényszerül, ami egyúttal kiszorítja onnan az elégett üzemanyagot. A ciklusok innen folytatódnak. A forgattyús házban történő térfogat csökkenést egyszerűen szemléltethetjük apró golyókkal. A golyók helyettesítik a levegő üzemanyag keveréket. A keveréket a dugattyú felfelé mozgása szívja a forgattyús házba. Amikor a dugattyú lefelé indul, nem áramlik be több keverék és kompresszió jön létre, mivel a térfogat lecsökken. Így a sűrített keverék az átömlő csatornán keresztül az égéstérbe jut. A bemutatott motor a keresztáramú öblítés elvén működik. A beömlő és kipufogó nyílások ellentétes oldalon vannak. A tarajos dugattyú kialakítása révén úgy téríti el a keveréket, hogy az sikeresen kiszorítja a kipufogó gázokat. Az öblítések másik fajtája az egyenáramú öblítés. Például az itt látható ellendugattyús elrendezésben. Itt két dugattyú üzemel egy azon hengerben. Az egyik dugattyú vezérli a beömlő réseket, a másik a kipufogó réseket. Ez a rendszer költséges, ezért nagyrészt harckocsikban használták, de a tengerészetben is alkalmazták. A modellmotorok a hurkos öblítéses módszerrel működnek, melyet a Simpson mopedekben is használnak. A mai napig is sok motorban alkalmazzák. Az egyszerűség kedvéért a forgattyús házat nem mutatjuk. A hengerben számos nyílás van, például egy beömlő nyílás. A levegő üzemanyag keverék a karburátoron keresztül kerül a hengerbe. A hengerben fellemozgó dugattyú az ütemeknek megfelelően zárja és nyitja a nyílásokat. Amikor a beömlő megnyílik, a keverék a forgattyús házba, majd az átömlő csatornába áramlik. Felfelé mozgó dugattyú elzárja az átömlő és kipufogó nyílásokat, és megnyitja, amikor lefelé mozog. Az átömlő csatornán át érkező keverék hátulról előre áramlik. Amikor a gyújtógyertya begyújtja a keveréket, a dugattyú lefelé mozdul, és újabb keverék kerül a hengerbe, amely kiszorítja a kipufogó gázt.